Jövő tavasszal indul Gyálon az a beruházás, amelynek végén majd átadhatják a déli városrészen létesülő kis vállalkozói parkot. A Pest megyei kompenzációs alap által biztosított 160 millió forintból és az önkormányzati forrásból megvalósuló parkban 1500 négyzetméteres területet bérelhetnek a vállalkozások. A park a tervek szerint a város építészeti hagyományaihoz és fejlődéséhez egyaránt méltó lesz. A korábbi képviselőtestület az utolsó testületülésén elfogadta a feltételeket, a pályázati lehetőségeket. Ide legkisebb terület 1500 négyzetméter, amit lehet bérelni. Ez a közel 2 hektáros terület körbe lesz kerítve, és egy 6 méter széles út, vízszikasztó árok lesz, az összes közmű itt lesz ezen a területen, és jövő tavaszra lehet elindulni itt az építkezésekkel. Szeretnénk olyan vállalkozásokat ide kihozni, akár a településről, vagy akár kezdő vállalkozásokat, akik nem szeretnének nagy pénzeket investálni a területükbe. Ez egy 99,5 éves bérlemény lesz, az első 3 évben igen kedvező, utána egy kicsit magasabb lesz az ár, de én azt gondolom az is még elég kedvező lesz. Hol tájékozódhatnak az érdeklődők a részletekről? Gyálváros honlapján, és ott is kell jelentkezni erre a területre. Én azt gondolom, hogyha sikerül megkötni a szerződést, akár ebben az évben még, vagy az év elején, akkor el lehet kezdeni a tervezést, és mikor átadásra kerül, másnap már el lehet kezdeni az épületet, vagy azokat a dolgokat itt megcsinálni, amely szükséges a vállalkozáshoz. Ugye érdemes azt is megemlíteni, hogy Pest megyei kompenzációs alap biztosítja a feltételeket, a forrást. Hát egy részét pályáztunk még az év elején, kaptunk közel 160 millió forintot, az önkormányzatnak 40-50 millió forintot kell ehhez hozzátenni. Ez egy elég nagy könnyebbség, hiszen az ingatlan vagy a terület az önkormányzati tulajdon volt, hát erre a fejlesztésre, ha végig gondoljuk, kaptunk egy 160 millió forintos állami támogatást. Nyilván ezt a kisvállalkozások is kapják, hiszen ha nekik ingatlant kellene vásárolni, akár egy 1500 négyzetmétert így Gyálon, egy összközművest, az igen csak a 30-40 millió forintos nagyságrendet érni el. Ugye nem kell az ingatlant megvenni, hanem azokba az eszközökbe, felépítményekbe tudják betenni, amiben a tevékenységüket tudják folytatni. A terület bérléssel kapcsolatban a gyál.hu weboldalon minden részlet megtalálható.